A természetközeli dekorációk a reneszánzukat élik, és én is azért szeretem egyre jobban és egyre több ilyet csempészek az otthonomba, mert olyan megnyugtató hangulatúak, mert minden évszakban tökéletesek, és mert egy picit nagyon jó, hogy a természet ölelését bent a lakásomban is érezhetem. Úgyhogy ennek megfelelően a mai videómban egy olyan természetközeli skandináv típusú girlandot fogok készíteni, amit egész évben bátran elkészíthetek, akár szezonálisan a girlandnak a boltjait majd színenként variálhatjátok. Minden esetre egy nagyon-nagyon jó állandó dekorációja lesz otthonotoknak, jöhet egy kis zene, és kezdjünk is az alkotáshoz. A bojtokat makramé fonalból fogom elkészíteni, de természetesen sima kötőfonal tökéletes hozzá, vagy éppen, hogyha van kidobásra ítélt pólótuk, akkor pólófonalat lehet készíteni belőle, abból is nagyon helyes kis bojtokat lehet készíteni. Meghatározom a bojt magasságát, és egy annak megfelelő szélességű kartont levágok. Elkezdem rá feltekerni a fonalat, és jó sokszor, hát nem számoltam, de körülbelül 40-50-szer áttekertem rajta. Minél többször áttekeritek, annál pufibb lesz a bojt. Miután elkészültem, akkor az első bojtnál még nem kötöttem át rögtön, hanem lehúztam a kartonról, és utána kötöttem át a tetejét, de praktikusabb egyébként még a kartonon átkötni, és akkor tökéletesen megvan az elválasztó vonal. Ugye ezzel az átkötéssel fogom majd a végén felakasztani a girlandra. Ezután elkészítem a bojt nyak részét, ami azt jelenti, hogy sokszor körbetekerem a felső részében, ahol átkötöttem, kb. 1-2 centivel lejjebb a bojtnak a nyakát, kötök rá egy csomót, úgy szorosabban tudjátok meghúzni, hogyha nem egyszer, hanem kétszer dugjátok át keresztül a fonalat rajta, és akkor fixebben áll, utána jöhet rá a csomó, és utána el lehet kezdeni körbetekerni. Körülbelül 10-15-ször körbetekerem, és végül az elejét meg a végét összekötöm, és úgy fixálom. A csomót azt utána nagyon picire le lehet vágni, és ahhoz, hogy ne csúszson szét, ezt a technikát többször is alkalmazom. Egy icike-picike ragasztót is teszek rá a ragasztópisztolyból. Ezután a bojtok alját szépen félbevágom, és egységes hosszúságúra lenyírom. Ebből a bojtból készítek én most 3-at, de természetesen amilyen hosszúságút szeretnétek, annyi mennyiséget készítsetek. Körülbelül szerintem olyan 20 centinként már elég sűrű, de nem túl sűrű, úgyhogy úgy tudjátok kiszámolni, hogy olyan 20-25 centinként érdemes elhelyezni a bojtokat. Ehhez a magassághoz az én bojtom 15 cm magas. Most, hogy elkészültem mind a 3 bojttal, jöhet a girland szárának az elkészítése. Arra gondoltam, hogy naturfa gyöngyöket felhúzok ugyanerre a fonalra, és szépen majd közéig fogom kötni a bojtokat. Úgyhogy egyesével elkezdem fölhúzni ezeket a gyöngyöket. Mivel a fonalam elég vastag, itt is alkalmazok egy kis ragasztós trükköt, de ugyanúgy megpróbálhatjátok celluxsal is körbeszorítani a fonalnak az elejét. Én egy picike ragasztót kentem a kicsit ferdén levágott fonal elejére, összeszorítottam az ujjammal, mikor már kihűlt, de még nem kötött meg, és így sokkal könnyebben föl tudtam fűzni a gyöngyöket. Most, hogy elkészültem a megfelelő hosszúsággal, a bojtokat is fel fogom kötni rá, de még mielőtt felkötöm, ezekre is teszek egy-egy natúr gyöngyöt. Remélem, hogy tetszett ez a kis inspiráció, és elkészítitek a saját verziótokat. Rengeteg lehetőség van még további verziók elkészítésére. Most az jutott eszembe éppen, hogyha nincsen véletlen fagyöngyötök, és nem akartok ilyet beszerezni, akkor akár például levegőre száradó gyurmából is készíthettek gyöngyöket, vagy akár ebből a kis papírmaséból is, és akkor le lehet festeni a saját kiválasztott színvilágban, szóval a variációk száma végtelen. Írjátok, hogyha van ötletetek még a további verzióra ide a videó alá, és ne felejtsétek el feliratkozni az Inspirációk magazin csatornájára, hogy legközelebb is találkozhassunk. Sziasztok, szép kreatív napot!